kezedbe van jelentőre. Te vigyázz mindenképp. Őseink élete legyen előttünk példázat. Segítsd, Uram, megőrizni a krónikát. Amen. A népek már gyülekeznek, rengeteg dolgunk van. Pontosan kell feljegyeznünk mindent, mert a fontos döntések ilyenkor születnek. Szemedek! Meg! Nyitva legyen! Igen, igen, mester! Bizony, igazad beszél Kéza és Simon. Pardon, engedjék meg, hogy az önök segítségére siessek. Jó magam a féle udvari bohonc volnék. Tehát, itt szorgoskodnak krónikásaink, az íródeákok és mesterük Simon. És amott jön a vendégsereg, kik az évi rendes bálra érkeznek. Mind itt vagytok? Kende. Jakab. Máté. Pahó. Amadé. Fiai, a mai esemény megírása Kende feladata, de mindannyiótok figyelmére számítok. Igen, mester. Teljen kedvetek a történetírásban, hogy az utókor dicső útként tekinthessen a mi jelenünk. Igen, mester. Köszönöm, Uram, e nemes tisztséget. Bemutatom már Etemérnek vendége. Negyedik Kun László, magyarok királya. Mellette hitvese Szép Izabella, Erzsébet az ő ismertebb neve, félrejobbján bánat a kenyere. Felséged ma még egyetlen pillantásra sem méltatott. És amott a gyönyörű kullány, Édua. Aki miatt a királyné igencsak búsula. László királynak ő lett az ágyasa, hiszitek vagy sem, a szemünk láttára. Tulajdon hitvesét kolostorba küldi, ideje nagy részét kedvesével. Ő küldje, Édua bizalmasa. Családságában a kullányt ő támogatja. Argusz, Gemenc és Törtely. Ők azok a pártütő kun vezérek, akik véget vetettek a király életének. Ezért őket Mizsenádor megbüntette. Életüket könyörtelenül elvette, de ne fussunk így gyorsan a dolgok elébe, mert a szóáradatnak verés lesz a vége. Ide várjuk Kőszegi Henriket. Kikegyetlenül gyilkolt herceget. Vendégünk a főúr, Csák Máté. Hatalomért cserébe figyelme a király. És Béla herceg, a marsóit bánt. Hiszen a nép végre csak jót kíván. Most pedig a legfőbb egyházi méltóság, Lodomér Esztergomi érseki. És vele a többi főpap, mint kísérő. A kunok sámánja üdvözi népét. Neki köszönhetjük a békét. Na jó, az is én leszek, de hol van az mi? És ami nálunk, nagyhatalmú Mizse. Mi hír hazánkban? Történt esmás az elmúlt napokban, felség. A németek ilyen leúsztak a Dunán, és elfoglalták Győrt. Megtámadták Körmendet, majd felrohantak Nyitráját, és a templomban menekült embereket is lekaszagolták. Micsoda? Az osztrák határ mentén uram égnek a falvak. Zágrábig történnek a behatolások. Közben a magyarok és a kunok is szörnyű vérezéseket végeznek az ellenséges területeken. Mondhatjuk, hogy helytállnak. De a béke, király, melyet a nép úgy kíván, egyre csak vár a fogás. Itt az idő, hogy a szövetséget, melyet Habsburg Rudolf javasolt, komolyan fontolóra legyen. Tégy belátásod szerint, uram, ígérem, nem maradsz egyedül a harcba. Hallom, Mizse. Akkor hát cselekedjünk. Ezt meg vigyétek innen, mert látni sem jön.
felség engedelmével most figyelmezünk a gyermekekre, kik vidám játékkal készültek kedvükre. Életre a húsoddá tettél.
Ugye? Szinte öleltük egymást. Milyen kár, árva szó sem igaz belőle. Annyi azonban biztos, hogy a gyermekbeteg lelkének ez a támadás éppen elég volt, hogy napokra ágynak essen. Kérlek, hallgass meg, imám! Nyisd meg, kérlek, szíved! Fordíts rám orcád! Te tekints le, kérlek, a szenvedőkre! És ne rejtsd el magad előlük! Adj gyógyírt megsebzett szívükre! Mert nélküled az élet, sivár pusztaság, üresség. Nem nyújthat reményt más, csak te, csak szeretet, mely belőled fakad, mint a föld, és mint az ég. Nem ad kérlek, Uram, hogy szenvedjen a gyermek. Ne hagyd, Uram, azt, hogy a keserűség, a bánat betöltse a szíveket. Add, Uram, hogy életünket vezérelje a szeretet. Add, hogy fiat szent fénye betöltse életünket. Ámen. A sebeit magam is el tudom látni. De tüzel a homloka. Gyenge a tüdeje. Már minden általam ismert gyógyírt kipróbáltam. Többféle főzetet, iszapkúrát. Nos folyakigonatot. A legjobb tinktúrákat. Alul gyűjtöttük a gyógyfüveket. Galamba gyökeret, zsáját. Megtégek. Ez a keserű tea az utolsó esélyünk. Hamarosan új erőre kapott. Itt őrizzük a fáktól kezdőjét. Talán, ha azzal takargatnánk be, Margit ereje közénk szállna. Hozzátok ide a leplet. Szentségtörés!
szenvedjen a gyermek. Ne hagyd, Uram, azt, hogy a keserűség, a bánat beletöltse a szívedet. Add, Uram, hogy életünket vezérelje a szeretet. Add, hogy a fiad szent fénye betöltse életünket. Amen. Erzsébet, bátran, tedd a homlokára a kezed. Ez bizony maga a csoda. Isten csodát tett. S Margit szelleme az ő segítsége. Holtában sem hagyott cserben minket. Magát sem kímélte, ha a szükség kopogtatott. Emlékeztek arra a betegnőmére, aki ezt senki nem mert közelíteni? Szörnyű korban szenvedett. Margitot semmi sem tartotta vissza. Tiszta ruhában öltöztettek. Megetettek, megitattak. És mennyit imádkozott érte? Félvíz idején is lement a Dunára vízért. Méghozzá Margit láb. Margit, az alázatosság és az önzetlenség példaképe. Ámen. Látják? A csodák léteznek. De ez itt nem tart 3 napig, mert történetünk tovább hömpölyög. László meggyógyult, felcseperedett, és további megpróbáltatások sora várt rá. Üdöntöttem a legrosszabb dolgoktól, megkímélem önöket, ráadásul történetünk főszereplője nem is ő. Azért néhány dolgot még elmesélünk róla. Most meg kell írnunk 2 újabb tanulságos történetet a jövő nemzedékének. A sámán és László is kénytelenek voltak felvenni a keresztséget a béke és együttműködés jegyében. Vállalom, uram, de megengedett, hogy az egyszerűség kedvéért összefogjam a 2 szertartást? Persze, a valóságnak már úgyis mindegy. Aki emlékeiben kutatva más tényekre bukkan, az meg ne szólaljon. Hallgasson örökre. Mi hír? A nyugati határszéken, uram, miért folyik? Pápai követ felségednek újra üzenet. Uram, a magam részért a kunokban nem bízom. Azt rosszul teszed. Királyom, szentszék ígéretet várnak a keresztények és Erzsébet ügyében. Én, ki veletek együtt befogadást nyertem, és itt a honban új jurtát, s hazát leltem. Szólok most ti néktek, mert sok a gondolatom, melyeket veletek most meg kell osztanom. Hosszú, nehéz út, amely mögöttünk áll. Láttunk, miért szenvedtünk kínokat, halált. Béla király volt, ki minket behívott. Nekünk folyót, földet, legelőt adott. Ha népünket sokáig éltetni akarom, a keresztséget meg nem tagadhatom. Meg nem tagadhatom. Meg nem tagadhatom. Meg nem tagadhatom. Megteszem hát, mire annyian kértetek. Jó királyotok cselekszik most, értetek. A nagy Humánia nincs többé már. Kun nemzetségünk hittel él tovább. Hét nemzetségen keresztül serényem, ami gyönyörű Kárpát-medencénkben. Thank you.
mert bár a lényeg benne volt, kicsit végig is kurtának érzem. A következő bekezdésünk csupa örök. Haladjuk! Haladányok! Kemény munka vár a nálam! A király elindult vadászni! Három fogással kell várni! Támoznád a gumót, répát! Népekőnyes így az almát! Hajtát tűnik üvegesre! Úgy kattam magad könnyesre! Úgy szeretnék kukka enni, az apróknak dirigálni! Hozd a tűzet! Hadd kavarja! Királyokat jól lakassa! Minek neked a kukta lét? Nem felékig havakazék! A konyhából is kifutnék, egész nap csak tetszelnék! Egész nap csak kóstolgatni, a zöldséget kucsra halmozni, a végén mindent behangolni, úgy szeretnék kutba lenni! Hallom rökös látom, ingyen már is megmutatom, irány utra jár, a kényelmet is mindenki jó, összeesztünk minden, mint a rosszul öltött. Lenne a helyem. De mielőtt belekezdünk ebbe a történetbe,
Engedjék meg, hogy elsősorban a magam szórakoztatására hencelődjek egy kicsit. Szerintem önök is élvezni fogják. Csak ez a hurcuk! Mi, a medve, ezzel halálra lehet rémíteni a legnagyobb királyt is. Bohont! Az is nem hála. Bocsásson meg, uram, de láttam valamit a fa odvában. Az nem lehetett medve. Valóban nem, de az a kunyoros pofájú erdeiré. Az az apró manóféleség, az lehetett. Csak nem arra gondolsz, amilyen se golyó, se sörét nem fog. De bizony. Uram, engedj a kifűs nőjük. Mint a tiszai füzesek torzmadarái. Érti-e? Ha a vadorzó lopakodik a holdfény bizonytalan világosságába, a sziklahasadékok mindig éver, tollas manója. Mindjárt megjelenti annak, aki érti, és ad is a szavára, hogy farkas jár anyák körül. De mi az a ludét? Csodálkozásomra versenyt szaladt sikandó járművemmel. Nagy kérdőjellé alakult bennem a rébusz. Honnan került ide ilyenkor egy körülös csirke? Csirke? Mely két tüzes lóval versenyképbe szaladni. Bundám zsebébe rejtettem is, otthon a kemence kuckójában egy régi vadászkalapomra helyeztem el. Lassan elnyugodt az álom, és egyszerre Szeli, kérdő szózatot hallok felhangzani. Mit hozzak én néked? Elkezdtem tűnődni, vagyok. Alszom-e, vagy ébren vagyok? Később újra felhangzott a kérdés. Mit hozzak én néked? Ekkor már csak ugyan félig álmom, félig ébren, valami humoros hangulat által meglepve felhangon oda kiáltom. Lósza! Lósza! A reggeli ébredéskor vettem észre, hogy Iván Almon valóra vár. Ludvéd helyett önbe volt. Olyasfajta látogató jeggyel nőtt a lovagvagylapok voltam. És a csirke? Hát a csirkének meg... Jó van ez. Aha. Ja. Borz! Te már megint az urakat riogatod? Vizse, lemaradtál. Így sietek, királyok! Törvénykeztet! Hadd halljam, mit cselekedtél? Megvakítottam egy kapulatóval. És mi lett azzal, aki lovat lopott a hundéget? A fiait rabszolva kereskedőnek adtam, neki pedig levágattam a jobb karját. Jézusom! Miért más cselekedett? És ha valaki tyúkot lop? Nem az számít, hogy mit lop! A tolvajlás ténye már így felelegendő. És ha ezt a szomszédot tette volna, akivel esténként poharazgat? Nincs különbség ember és ember között, ha valaki a más tulajdonát teszi magáévá! Erős kéz, erős jellem, ez kedvem van.
ez meg jó lesz vacsorára. Kedvezőtlen híreket hozok, uram! Kőszegi Henrik egy heves szóváltás közepette lekaszabolt a Bélát, a macsói bárt, és összefogott ellenük Joachimmal. Azt követelik, hogy Kun névettel szakíts, mert nem méltó ez a kapucs a keresztény magyarokhoz. Ha a kezem közé kaphatná azt a köpönyet forgató népséget! Nos! Mi sem. Ha elég elszántságot érzel magadban, tégyed próbált. Rád bízom a nemes küldetést, hogy megsemmisítsd a nem kívánt szövetséget Henrik és Joachim között. A két kedéket pedig győzd meg, hogy Kun népemre szükség van a háborús időkben. Ha a sikerrel jársz... Jutalmad nem marad? Nem bánod meg, uram, hogy bízol benne. Most indulok, és az időt a magunk oldalára állítom. Ahogy azt valamennyien gondolhatjátok, Mizse hamarosan győzelmet kiáltott. László vállája nem is késlekedett, de mindenek előtt Mizse megkeresztelkedett. Krisztus király szolgálja, Isten akaratából a magyar királyság és az ország főpásztora, Esztergom érseke, bíboros, prímás, Istentől kapott hatalmamnál fogva és népem iránt érzett szeretetem, aggódásom jeleként, mert többszöri figyelmeztetésem ellenére, követeim semmi bevétele után, negyedik László, a Szent Anya Szent Egyház nevében, amiért törvényesítvesít, a mai napig fogságban tartja, és nem engedte szabadon, és erre semmi nemű hajlandóságot nem mutatott, főpapi hatalmamnál fogva kiközösítem. A kiközösítés értelmében negyedik Kun László, Magyarország királya. Nem járulhat szentségekkel. Közösség Isten tiszteleteken nem vehet részt. A katolikus közösségből kizárati. Magyarország királyát, Urunk Jézus Krisztus hatalmával átadjuk a sátánnak, hogy ráébredjen.
a közösség a római anyaszentegyház kegyelmi támogatása nélkül mennyire gyenge. És hogy visszakívánkozzék. Kész legyen beállítottsága és magatartása megváltoztatására, és így lelke üdvözüljön az Úr napján. Kelt Esztergom, az Úr 1286. esztendejének, december havának 6. napján. Lodomér bíboros, prímás, esztergomi érs. Hogy népünket és hazámat megmentsen, kérésedekhez hűen cselekszem. Az egy Isten színe előtt fogadom. Hitvesen békjóját ezennel feloldom. Erzsébet járjon szabadon továbbra. Magam pedig nem tekintek többé Éduárt. Állj a helyre! Legyen vérünk örökre Isten kegyelme! Jogaid ezennel újra elnyerted, a katolikus egyház befogadja lelkünk. Ámen! Hiszitek, mindez valóban így történt? László megtérés, tisztel Isten, törvény! Szerelmesét, Éduárd végleg megtagadja, feleségét otthonában örömmel fogadja. Lássátok hát, hogyan közeledünk a véghez. László igazsága, hogy jut el a néphez. Hújjon le a lepel, még inkább a köpönyeg, melyet László forgat, az áruló szörnyetnek. Ez hát az utolsó órán. Hogy mondva, cia kedves. Hiszen most esküdtél fel a szerelmünk ellen, László. Soha nem tagadnálak ki a szívedből. Adj egy kis időt. Mindent, ami a munkra forgatok, meglát. Már nem tart soká. A lázadó népség most elcsendesült kicsit, és amíg ez tart, kieszelhetem a következő lépést. Veszélyes játékot üzöl. Az egész országot magadra haraníthatod. Kettőnk sorsa sokkal fontosabb, mint a kevesebb. Ez volt a szó, mire a forrongók vártak. Több se kellett, hogy nekironcsanak a királynak. Nem ott zaj, László! Eljött csúnya vége! Ne parancsoltok, urak, a székhekének! Elárulj a népet! Szerelmünket épp most vetett vége! Hittünk neked, hisz esküdtettél! És mégis ellenünk cselekedtél! Gondoltok! Hallgasszuk a kurva szerelem! Véres véget ér most ez szerelem! Gondoltok, hogy őt hagyjátok! Hadd fusson szabadon! Mindetésnek záporát egy magam vállalom, de figyelmeztetlek! Lesz ki, nem visz majd néktek! Jó királyok halálát megbosszulják a népek! Édua, menj! Mizsének üzenemedre bízom, maradjon aztán is velem! Elég a szóból, áruló! Fogytál időt! Hol maradsz most, hiába az erő! Itt a véged, Gunn László király! Legyen sorsotok, kinyúzó fájdalmas halál!
érte a lélek harang rögves felcsendje. Népét ő cserben soha nem hagyta. Épp csak az imént, akkor megtagadta. Ígérem néktek, László követői, haragom a gazokat hamar úton éri. Meglakol mindki ellene védett. Engem a lázas bosszúvágy élte. Nem kell hatalom pénz, sem fegyver. Elbánok velük a puszta kezemmel. Látják, Mizse már is fürdőz önön fényében, a nép együttérzésének reményében. Bízzatok hát erőben, dolgos jó emberek. Higgyétek, bennem telik majd kedvetek. Most pedig búcsúztassuk el jó királyunkat. Most elkántálják a kumi atyánkat. Mi atyám? Ki vagy a szépen? Szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod. Történjék a te akaratod. Ugyan a földön, úgy az égben. A mi kenyerünket ad nekünk minden egyes mai nap. Vedd el a mi bűnünket, miképpen a mi sértőinknek mi is felengedünk. Ne vigyél minket kísértésbe, ne vigyél minket a gonoszból, te vagy az erős, hatalmas úr. Amen. Fényes napunk ím elborult, égességünk a borga volt. Ki első volt népek között, fejedelmünk elköltözött. Thank you.
így éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.